A miskolci vállalkozások többsége átvészelte a járványt, számukra az intenzív növekedés időszaka kezdődhet el. Veres Pál polgármester a járványhelyzet kezeléséről és a következő időszak lehetőségeiről kerekasztal beszélgetésen tárgyalt a helyi cégek képviselőivel. Az egyeztetésen elhangzott, közös cél, hogy a cégekkel való együttműködés és akár a határon átnyúló kapcsolatok erősítésével Debrecen után Miskolc legyen a térség gazdaságának motorja. Hónapok óta üresek a székek. Három nap alatt szinte az egész iroda home office-ba vonult a járványhelyzet miatt, sokan pedig a mai napig sem tértek vissza. Miskolc meghatározó telefonos ügyfélszolgálattal, értékesítéssel és műszaki segítségnyújtással foglalkozó vállalkozása számára a pandémia új helyzetet és egyfajta fordulópontot is jelentett. Nem állt vissza még a régi rend, és nem is tudom, hogy vissza fog-e állni valaha is, mert nagyon sok pozitív hozadéka volt a Covid helyzetnek, mint említettem. Nekünk a kollégák több mint kétharmada, ők hosszú távon szeretnének otthonról dolgozni, és ehhez minden feltétel adott, úgyhogy mi ebben támogatjuk őket. Ügyfélszolgálat, ipar, kereskedelem. Ahány terület, annyiféle túlélési stratégiát alkalmaztak a vállalkozások. Hál' Istennek úgy sikerült végigvinnünk az évet, hogy komolyabb betegségünk nem volt. Az egyik hazai élelmiszerlánc például a korlátozások teljes ideje alatt nyitva volt, sőt egyes üzleteiket fejleszteni is tudták. Legutóbb a térség polgármestereit, ezúttal pedig helyi cégek vezetőit hívta kerekasztal beszélgetésre Miskolc polgármestere. Mi szeretnénk létrehozni egy agglomerációs fejlesztési tanácsot. Veres Pál polgármester szerint, ha Miskolc fejlesztéséről van szó, nem lehet kizárólag a város közigazgatási határain belül gondolkozni. Ennek kapcsán téma volt az Észak-Kelet-Magyarországi gazdaságfejlesztési zóna is, az a 6 megyés együttműködés, amely 10 évre meghatározza Miskolc jövőjét. Nagyon szeretnénk azt, hogy bár Debrecen azért rakétasebességgel halad előre, de Miskolc szeretne ennek a zónának a motorja lenni. Nagyon úgy tűnik, hogy Debrecenben a fejlesztések most már lejönnek arra a szintre, ami nagy valószínűséggel tovább már olyan ütemben nem fejleszthetők, és mi szeretnénk azt, hogy Miskolc legyen a következő ugyanilyen ütemben fejlődő város. Ezen célok elérése érdekében a cégekkel továbbra is együttműködik a város. Veres Pál hozzátette, Miskolc jövőbeli fejlődését jelentheti a határon átnyúló kapcsolatok erősítése is, ami a Kassa-Miskolc autópálya megépülése után közvetlenül megvalósulhat.